A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Vendégem Csiák Gyula, orvos, sportorvos, író, irodalomkutató, a Bársony István életmű gondozója, akinek az irodalmi munkássága is fantasztikus. A Pagony dalnok, a Bársony életmű, mindaz, ami nagyon-nagyon fontos számunkra. Most viszont két olyan fantasztikus emberről fogunk beszélgetni, akik nagyon sokat tettek azért, Dékány Andrásra és természetesen Bársony Istvánra gondolok, annál is inkább, mert a hétvégén lesz egy komplex ünnep, ha úgy tetszik, amiben majd ráemlékeznek. Egy kicsit azért menjünk vissza a múltba, hiszen először is Dékány Andrásról fogunk beszélgetni, és egy nagy meglepetésemre szeretném megmutatni ezt a könyvet, hozta az én vendégem, és van egy felirat benne, illetve egy rövid ajánlás benne. Megkeresem, igen. Csiák Gyula negyedik osztályos tanulónak példás magatartása és kitűnő előmenetele jutalmául. Csapdi, 1962. június 20-a. És van itt egy másik, hogy sok szeretettel 2012-ben, augusztus 20-án, ez pedig nem más, mint Dékány András lánya jegyezte neked. Ez egy kincs, ugye? Igen. No, hát akkor beszéljünk Dékány Andrásról, hiszen a természetpróza a nagy alakja, ahogy te leírtad, és én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos számunkra az ő életműve. De hogy lehet olyan szinten közel kerülni hozzá, hogy azt mindenki megértse, hogy ez mindannyiunk javát szolgálja? Mert valljuk meg, hogy a köznapi emberek zöme a Bársony Istvánt se ismerte volna meg nélküled ilyen szinten. Dékány András ugyanebbe a körbe tartozik. Dékány Andrásra egy kicsit nagyobb szerencsém van, hiszen sokkal később élt, mint Bársony István. Ő 1903-ban született, 1967-ben halt meg, és az én gyermekkoromat végig kísérte, mindaz az életmű, amiért József Attila díjat kapott. Ugye 1957-től kezdve jelentek meg azok a tengerész kötetei, amik 80 ezeres, 90 ezeres példányszámban jöttek ki a nyomdából. Gondolok itt a Matrózok, hajók, kapitányok, csempészek, hősök, kikötők, Kalózok, bánák, tengerek című munkáira. Ezeket mi rongyosra olvastuk gyerekkorunkban. Ugye nekem van egy bátyám, aki 2 évvel idősebb nálam, ő ezeknek a könyvnek a hatására akart tengerész lenni, és nem volt ezzel egyedül. És így kezdődött nekünk ez a szerelem a Dékány András iránt. Az, hogy a természetprózának ő egy nagyon komoly alkotója, hát az abból is következik, hogyha belegondolunk abba, hogy előttünk van a földgömbnek a kétharmadát tengerek, óceánok borítják, és ennek a vidéknek, ennek a világnak a legjobb krónikása a Dékány András volt. Ugye ő úgy fogalmazott, hogy aki voltam és aki szerettem volna lenni. Hiszen ez egy olyan gondolat, ami azt hiszem, hogy a számára mindenféle értelemben megvalósult, hiszen fantasztikus írások, könyvek jelentek meg a jó voltából. Ő arra gondolt, amikor gyermek volt, hogy nagyon-nagyon szeretett volna tengerész lenni. Fiumébe felvették az ottani tengerészeti akadémiára 1917-ben, akkor ugye 14 éves volt, viszont az első világháború vihara elsöpörte az osztrák-magyar monarchiát, elvitte tőlünk a tengerünket is, megszűnt ez az iskola is. Dékány Andrásnak haza kellett jönnie, és egy rövid idő után ő viszont vándorútra indult, és munkát vállalt különböző hajókon. És így végeredményben visszakerült a tengerekre, de nem úgy, ahogy eredetileg képzelte, hogy tengerész tisztként, ha
hanem egyszerű matrózként. Ugye 1957-ben jelent meg a Matrózok, hajók, kapitányok kötet. Azt hiszem, hogy ez már meghatározta teljes egészében azt az életművet, ami aztán az övé lett, és a miénk, az olvasóké természetesen. 1957-ben ő már 54 éves volt, nagyon sok mindent letett ő az asztalra korábban is, de valójában a természet prózában ezek a művek jelentették azt a nagy-nagy kincset, ami miatt én úgy gondolom, hogy ő Fekete István, Bársony István, Kittenberger Kálmán, Széchenyi Zsigmond körébe tartozik, hiszen addig, amíg Bársony István és Fekete István a Kárpát-medencét mutatja be nekünk, Széchenyi Zsigmond pedig Afrikát, Ázsiát, Alaszkát ábrázolja a könyveiben, ugye Dékány András pedig, ahogy említettem is már, a végtelen vizek vándora volt. Igen, hát ez nagyon-nagyon fontos. Itt a Kalózok, bálnák, tengerek kötet kapcsán, ami 1960-ban jelent meg, egy rövid gondolatsort írnak, hogy méltán tart számot ez a könyv a serdülőkorú gyermekek érdeklődésére, de én azt gondolom, hogy több ennél. Lényegesen több. Hiszen itt nem csak arról van szó, hogy kalandregény, tehát amit nagyon szeretett az ifjúság, különösen a fiúk, hanem arról is szó van, hogy nagyon-nagyon sok minden információt, tudományos tényt közöl. Így például én a korallok világának a születését, keletkezését, formáit is ezekből a könyvekből tanultam meg. És ez nagyon-nagyon fontos. Mielőtt tovább mennénk, mert nyilván többi könyvről is beszélünk, mennyire népszerű és mennyire ismert mostanság? Érdekes dolog ez, én járom az antikváriumokat, és meglepő módon alig találok Dékány András könyveket. És rájöttem, hogy ennek az az oka, hogy a korosztályunk még őrzi. Tehát abban az időben ugye azt mondhatom, hogy az a 10-12 könyv, ami az 50-es és 60-as években jelent meg az ő tollából, azoknak az összpéldányszáma az 1 milliót meghaladja. Ennek ellenére alig talál az ember az antikváriumokban könyvet, egyszerűen azért, mert őrizzük. Igen. Tehát nekünk, akiknek gyermekkori élményeink voltak ezek a könyvek, ezeket még nem nagyon adjuk ki a kezünkből. Igen, és itt most csak gyorsan megmutatom, mert nekem is a Delfin könyvek otthon még megvannak. Ugye én 1960-ban születtem, és az elsőt talán 7 évesen kaptam, mert már állítólag jól tudtam olvasni akkor, és azóta is őrzöm, több száz darab van, és én azt mondom, hogy ez példa volt arra, hogy mennyit tud fejlődni egy fiatal, ha hasonló könyveket olvas, itt ez a Néma völgyben, a vadászírók elbeszéléseiben. Nagyon szerettünk mi gyerekkorunkból olvasni. Persze itt ez Bársony István többségében, Fekete István, az Kittenberger, nagyon sok mindenki van benne. Folytassuk, hiszen, és nem állt meg 1960-ban. Én azt gondolom, hogy Dékány András nagyon fontos lépést tett, hiszen utána jöttek jött a többi könyv, ami nem különben fontos. Ahogy említettem már ezt a három kötetet, ezután ő megírt egy másik könyvciklust, a Kossuth Lajos tengerésze kötettel indította ezt. Ez egy bizonyos fokig történelmi regény is, hiszen 1848-ban Kossuth Lajosnak volt egy ilyen törekvése, hogy a tenger felé, tengerre magyar, ugye ez volt a Kossuth Lajosnak a jelszava, és neki is volt hajója, tehát a Kossuth Lajosnak is volt egy hajója, volt egy tengerésze, és ennek a tengerésznek a kalandjait meséli el három köteten keresztül. Utána nagyon szerette ő ezeket a nagy hősöket is ábrázolni, így például az északi sark felfedezéséről írt könyvet, a déli sark felfedezéséről is írt egy könyvet, megírt az SOS Titanicot, a Titanic katasztrófáját, és ezek mind-mind nagyon népszerű olvasmányok voltak. Ez viszont egy misszió részedről mindenképpen. Ugye azt tudjuk, hogy Bársony Istvánul tanítottál bennünket, aki, én azt mondom, sárkeresztésű születésű Fejér megyei íróként, természetprózaíróként is kiemelt szerepet játszik az életünkben, a te életedben pedig nem különben, hiszen az az életmű, amit itt azért ezt gyorsan megmutatom, ugye ez a címe,
magyar természetpróza első mestere. És ez korán sem véletlen, hogy ilyen fajsúlyos, mert egyébként Bársony István valamennyi könyve fajsúlyos. Beszéljünk róla, hiszen őt valamilyen szinten, módon fel kellett fedezni. Bársony István 1855-ben született, tehát lehet azt mondani, hogy sokkal régebbi korok gyermeke, mint a Dékány András volt. Én úgy szoktam említeni, hogy Fekete Istvánnak az irodalmi nagypapája. Mindaz, amit a Fekete Istvánnál a mi korosztályunk megismert, az visszaköszönt számomra a Bársony Istváni életműben. Ugye nekem az volt a relatív szerencsém, hogy egyrészt 6. osztályos koromban kaptam egy ilyen könyvet, amiről már szó volt, a Néma Völgyben című delfinkötetet. Ez tele van Bársony István írásokkal. Nagyon megszerettem a hangulatát, a szófűzését, a mondatait, és amikor Sárkeresztesre kerültem, akkor teljesen véletlenül derült ki, hogy abban a kertben élünk, abban a kertben építettük fel a házunkat, ahol a Bársony István az első gyermek lépéseit megtette. És így nagyon közel került hozzánk földrajzi, hozzám földrajzi értelemben is, és akkor kezdtem el kutatni az életművét 2004-ben. Körülbelül 15 évet fordítottam rá intenzíven, és 2017-ben a könyv napra, a könyvhétre jelent meg ez a nagy kötet, ami egyrészt tartalmazza mindazokat az életrajzi adatokat, ami igazán fontos vele kapcsolatosan, tartalmazza a Bársony István alapítványnak a másfél évtizedes tevékenységét, tehát hol mit találtunk, mit fedeztünk fel, szobrok kerültek felújításra, domborművek kerültek telepítésre, a Bársony István emlékpark létrejött ott Sárkeresztesen, iskola vette fel a nevét, és még sorolhatnám. Tehát mindezeknek a dolgoknak a történéseit foglaltam ott össze, és utána egy olyan blokkot állítottam össze ebbe a könyvbe, amit a Bársony István soha nem írt meg így ebben a formában, viszont én a 44 kötetéből összegyűjtöttem mindazokat a gondolatokat, amiket a januárról, februárról, márciusról, tehát az év 12 hónapjáról elmondott. És hogy ebből áll össze a kötetnek a középső blokkja, ahhoz viszont a fotós múltamból vettem elő azokat a fényképeket, színes képeket, amiket társítani tudtam ezekkel az írásokkal, így állt össze a középső blokk. A befejező részében pedig a kortársak nyilatkoznak, gondolok itt Homonai Zsomborra, aki már sajnos nem él, ugye újságíró volt, a Magyar Vadászlapnak volt a főmunkatársa, és nagyon nagy tisztelője volt a Bársony Istvánnak, és róla tudni kell azt is, hogy az egyik legjobb, legelismertebb vadász is volt a maga idejében. De ugyanígy említhetnék iskolaigazgatókat, újságírókat, irodalomtörténészeket, akik írtak róla különböző fórumokon, ezeket az írásokat gyűjtöttem össze. Az egyik legértékesebb blokk ebben a Fekete Istvánról szóló írás, amit Sánta Gábor tanár úr írt, aki a Szegedi Tudományegyetem irodalom tanszékén volt abban az időben docens, és ő írt egy olyan blokkot, aminek az a cím, hogy íme itt az új Bársony István. És így foglalta össze a Fekete István élettörténetét, munkásságát, és így kapcsolta össze a kettőt. Hát ez mindenképpen egy misszió részedről, egyik oldalról, másik oldalról pedig nyilván így ismerték meg mélyebben. Teljesült az a elképzelésed, amikor elindultál ezen az úton, hogy ezt széles körben is megmutasd? Valamilyen szinten igen. Egyrészt a Lazi Kiadó Szegeden adott ki olyan köteteket, ami Bársony István írásokat gyűjtött össze, ehhez nekem már ugye csak annyi közöm volt, hogy felhívtam rá a figyelmet, illetve az elmúlt évben jelent meg egy Bársony Fülőek című összeállítás Szombathely mellett egészen pontosan, a Szülőföld Kiadó adta ki ezt a kötetet, és ennek a kötetnek az előhangját és az utóhangját is velem iratták meg, és ez is mindazokat a Bársony novellákat tartalmazza, ami valamilyen szinten a kutyákkal, a kutyák életével kapcsolatos. Tehát megvan az utóélet a dolognak, tehát azt mondhatom, hogy
az a kavics, ami belekerült a vízbe, az hullámzik. Így van, és ez nagyon-nagyon fontos, annál is inkább, mert hogy ennek nincs vége. Tehát ennek a történetnek semmilyen értelemben és módon, hiszen most is lesz egy olyan programsorozat, amint mindkét általunk most felemlített íróról, természetíróról szó esik. Nagyon örülök neki, hogy ez így van, mert én azt hiszem, hogy a természet próza maga egy kicsit elhanyagolt terület. Nem nagyon tudják a nagy szakértők sem, hogy hova sorolják. A felnőtt irodalom közé, az ifjúsági irodalom közé. És ugye sok esetben egy kicsit úgy háttérbe szorul, és ha azt nézzük, hogy ott van például a Velencei tó környéke, ami ugye nagy szívügye mindenkinek, aki itt él. Hát a Velencei tó környékén ott élt Vörös Marti Mihály, ott élt Gárdonyi Géza. De ha megnézzük azt, hogy az irodalmat, tehát amit ők alkottak, letettek az asztalra, túl azon, hogy én ezt hozatot nagyra becsülöm, a Csongor és Tündét nagyra becsülöm, Gárdonyi Géza írásait, gondolatvilágát nagyon nagyra tartom, de egy dolog vitathatatlan. Az, aki a legtöbbet írta az irodalomban a Velencei tó környékén, az Dékány András volt. Hiszen megírta a 200 négyszögölt, amiben Isten igazából az üdülők, az üdülőtelepek létrehozásáról szól, megírta a Velencei tó himnuszát, a Náderdőben Madárda címmel, illetve egy olyan gyermekmesét írt, az Afrikába jötteket, ami szintén a Velencei tó környékéről szól. Tehát nagyon, de nagyon sokat tett ő azért, hogy a Velencei tó oda kerüljön az emberek tudatában, ahova kerül, és akkor még nem beszéltünk a Madárvártáról, aminek a születésében ő nagyon komoly szerepet játszott. Korántsem véletlen, hogy elkezdtem lapozgatni ezt az irodalmi atlaszt, ezt is szeretném megmutatni, bocsánat, hiszen a 45. oldalon Dékány András is itt van nekünk. Ez egy fontos. Igen, új könyvecskéről van szó, hogy az általános iskolák 5.-8. osztályában használják ezt a tanárok, és ebben Vörös Marti Mihály és Gárdonyi Géza is szerepel, és Dékány András is ott van ma már. Az, hogy ő korábban a háttérbe szorult, annak valószínűleg a származása is lehet az egyik oka, hiszen ő anyai ágon is, apai ágon is kutyabőrös gyerek volt, úgymond, tehát nemesi származású volt, és ez nem vetett igazán jó fényt rá egy bizonyos idő után. Tehát akkor, amikor az Írószövetségben volt a nagy tisztogatás, az 1948-as választások után, amikor 600 tagból 400 tagnak útilaput kötöttek a talpára, akkor Dékány András is belekerült ebbe a körbe. Tehát ő egy kifejezetten polgári gondolkodású ember volt, aki nem igazán jött be a 40-es évek második felében. Ez egészen 1955-ig, amikor megírt ezt a Náderdőben Madárdal című kötetet, ami egy gyönyörű szép, azt mondom, himnusz a Velencei tónak, utána pedig jött ugye a már említett Matrózok, hajók, kapitányok indításával keletkezett ciklus, aminek az eredményeként 1961-ben rehabilitálódott, és József Attila díjat is kapott. Most ebben a korban mit kell tennünk azért, mert azt nagyon is jól tudjuk, hogy te megteszed, hogy ismét fókuszba kerüljön, nem csak az ő, hanem Bársony István munkássága is. Szerintem nagyon fontos az, hogy a könyvek mellett, amiket a kezükbe tudunk adni az olvasóknak, próbáljunk meg minden téren figyelmet kelteni, próbáljuk meg a nevükre, a munkásságokra irányítani ugye az embereknek a figyelmét. A Bársony István esetében is mindig gondoltunk arra, hogy tényleg névadója legyen iskoláknak, közterületeknek, emléktáblák kerüljenek elő a régi időkből, azok fel legyenek újítva, új táblák, új domborművek is szülessenek. Hasonló sorsot szánok én Dékány Andrásnak is, de vele kapcsolatban említettem, könnyebb a dolgom. Könnyebb a dolgom azért, mert megismerkedtem a lányával, Dékány Eszterrel, aki
még aktív, dolgozik, ő egy 1962-es születésű hölgy, és amikor a lakásába bizalommal fogadott, akkor azt éreztem, hogy egy múzeumban vagyok. Egy olyan múzeumban, ahol minden az ő édesapjáról szól. Ránéztem a falra, ott volt egy gepárd prémie kifeszítve, amit Kittenberger Kálmán lőtt Afrikába és ajándékozta Dékány Andrásnak. Amikor ránéztem az íróasztalára, ott lógott az íróasztal oldalán a távcsöve, a kis táskája, amivel járta a Velencei tavat, és gyűjtötte az emlékeket. Ránéztem a székre, ott volt az a pléd, amit a Jávor Pál hozott neki Kanadából, ugye az is jó barátja volt, hiszen nem említettük azt, hogy a Dékány András nem csak regényeket, novellákat írt, hanem színdarabokat is. Tehát ő a Nemzeti Színháznak a szerzője volt a két világháború között. Ő írta az Aranysziget című munkát, és feldolgozta a Ludas Matyit is, mind a kettőt a Nemzeti Színház mutatta be, illetve amit nagyon sokan ismerhetnek, a Csínon Palkót Farkas Ferenccel együtt szintén a Dékány András jegyzi. És ugye érdekes, hogy ez a munka, amikor megszületett, először a rádió kérésére, utána pedig ugye bemutatták a színházak is, ezek után a bemutatók után Farkas Ferenc Kossuth díjat kapott, Dékány András pedig ugyanebben az időszakban kitették az Írószövetségből. Igen, hát egy olyan kort értünk. Hol tartasz ebben a munkában? Hiszen mikor vehetjük kézbe azt a bizonyos értelemben teljes körű könyvet, mint a Bársony Istvánról? A Végtelen vizek vándora címet viseli a könyvnek a kézirata. Gyakorlatilag megvan maga a kézirat körülbelül 95%-ban. Néhány fényképet szeretnék még hozzátenni, illetve egy kicsit megsimogatni, úgymond a mondatokat. Másrészt pedig szükség van a szerkesztői munkára még, illetve egy nyomdai munkára. Körülbelül 250 oldalas kiadványról van szó. Ez egy képes könyv lesz. Azért lesz képes könyv, mert amikor fent jártam Budapesten, a Dékány Eszter lakásában, én nagyon kedvesen fogadott, akkor megmutatta mindazokat a relikviákat, amik egyrészt rendelkezésé járnak, meg amikor rákérdeztem, hogy vannak-e fényképek, korabeli fotók, 4 albumot letett az asztalra, hát az vigyem, egy csoda. Vigyem magammal, nézzem, átválogassak, és ezeknek a képeknek egy részéből, egészen pontosan 12 képből lesz egy kiállítás, ami állandó kiállítás lesz a Gárdon, a Gárdonyi Géza sétányon, a Kaptár Kulturális Központnak a lépcsőházában, és aki ott a lépcsőházban fölmegy, akár táncpróbára megy, akár kártyázni indul, akár himzőszakkörre, az nem fogja tudni kikerülni. Tehát szembesülhet vele, nagyon jó. És lesz ott két olyan kép még, ami 120 cm átmérőjű, kör alakú valami. Ez a Dékány András házában, amit freskóként festett valamikor régen Rónai Kázmér, annak a freskónak a másolatai kerülnek oda ki, mindegyik a Velencei tavat ábrázolja. És így áll össze gyakorlatilag majd ez a lépcsőház. Ennek az avatására a május 4-én, szombaton délelőtt 10 órakor kerül sor, Tóth István polgármester úr nyitja meg, és az a nagy szerencsém, hogy nem vagyok egyedül. Hát Agárd vonatkozásában mellettem áll egyrészt ő, másrészt pedig az Ocsenás Kati, aki az egész kulturális világnak ott a tóparton a motorja, a szervezője, a mindenese, és ő nagyon, de nagyon nagy tisztelettel adózik a Dékány András emléke előtt, neki még nagy tervei vannak. No, hát én köszönöm mindannyiunk nevében azt a munkát, amit ebbe fektettél, hiszen nagyon fontos pillanatokat és csodapillanatokat fogsz ajándékozni, azt hiszem minden látogatónak, és nyilvánvaló, hogy ez nem egy akció, hanem ez egy folyamat része kell, hogy legyen. Köszönöm szépen. És köszönöm szépen ezt a munkát,
És kedves nézőink, kérem, önök se felejtsék, hogy most már lehetőségük nyílik számtalan helyszínen megtekinteni mindazt, amit Bársony István, illetve Dékány András létrehozott. A jelenben azt hiszem nincs fontosabb annál, hogyha a természettel foglalkozunk, egy kicsit visszatekintsünk, hogy ők mi mindent tettek azért, hogy mi itt ezt a 21. században hitelesen megéljük. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.